sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, legyen az akár oltott, vagy oltatlan, legyen az akár barát, ismerős, vagy ismeretlen. Tisztelt honfitársaim, kedves barátaim, földieim, a legbátrabbak utódai. Az előző beszédekben hallhattuk, hogy hogyan éli meg egy fiatal a társadalmi másodrendűséget, és hallhattuk, hogy milyen az, amikor Démoklész kardjaként lengetik az ember feje felett a létbizonytalanságot, a munka lehetőségétől való megfosztás, ha nem áll be a sorba valaki, ha nem enged a zsarolásnak. Ez lenne egy demokratikus ország kormányának a feladata? Veszélyeztetni az állampolgárai, a családjai megélhetését? Az eddig is létszámhiánnyal küzdő, lassan kiüresedő, a mindennapokhoz elengedhetetlen szakmák működésének a feltételét? És az lenne a mi feladatunk, hogy szó nélkül tűrjük a jogfosztottságot, a zsarolást, a kényszerítést, az ellehetetlenítést? Nem, drága barátaim, nem ez a mi feladatunk. Minket őseink, ős elődeink cselekedetei köteleznek arra, hogyha a szabadságunk útjába állna valami, akkor nekünk kötelességünk azt eltakarítani onnan, mert sok mindent elvettek már sokat sanyargatott nemzetünktől, de mindközül a szabadságunk az, melyet meg kell őriznünk mindig, minden körülmények között. Ma megkaptam pejoratív értelemben használva, lejárató szándékkal, hogy én csak egy egyszerű múltbéli utas vagyok, ne ártsam én bele magam a nagyok dolgába. Ezúttal én sok szeretettel köszöntöm az összes volt munkatársamat, de remélem, hogy ők egy kicsit büszkében néznek rám, mint ez az úriember, aki megpróbált engem ezzel lejáratni. Most ezt én dicséretnek élem meg, hiszen az mellett, hogy pályakezdőként a Magyar Államvasutakon szereztem meg a kenyérre valót, és jogi egyetem helyett itt kötöttem ki, nem volt véletlen, nem volt hiába valós, valószínűleg most nem állnék itt önök előtt, mint ennek a térségnek az országgyűlési képviselőjelöltje, ha ez annak idején nem így történt volna. Engem viszont mérhetetlen büszkeséggel tölt el, hogy olyan vasutasok nyomában járhattam, akik nem kevesebbet cselekedtek meg, mint hogy megőrizték szeretett szülőföldünket a jövő számára, azoknak is, akik csupán akkor is, és most is csak a szájukat tudták járatni, feleslegesen. Mert maroknyian nem tudták elfogadni az elfogadhatatlan, s bár náluk sokkal nagyobb hatalmak keverték akkor is a kártyákat, ők mégis kártyavárként döntötték romba sátáni tervüket, kis emberként is, nem engedve, hogy ellopják ősi földjüket, addigi megszokott, szeretett életüket. És most, 103 évvel ezek után, most újra ott tartunk, hogy el akarják rabolni eddigi megszokott életünk, szabadságunk, szabad akaratunk, rabszolgasorba akarnak taszítani, dönteni akarnak a saját testünk felett, meg akarják szabni, hogy hogyan éljük az életünket, zsarolással tudják csak ránk kényszeríteni beteg akaratukat. De mi nem kérünk ebből az általuk nekünk szánt jövőből, mi nem kérünk metaverzumot, sem digitális jólétet, sem virtuális világot, mi a magunk univerzumát akarjuk, mi a valódi jólétet akarjuk, mi a régi világunkat akarjuk. És hogy miért is mondok ilyeneket önöknek? Hogy miért is kérdőjelezem meg a dolgok helyességét, a folyamatok kimenetelét? Hiszen, mint hallották, nem lettem jogász, nem vagyok orvos, de még virológus sem, csak egy egyszerű, gondolkodó ember vagyok. Egy olyan ember, aki nem szeret az ismeretlenekből álló egyenleteket, aki nem dől be mindennek, amit megpróbálnak bizonyíthatatlanként számára elhitetni, hogyha a téma pénzzel kitömött zsebű szakértői, vagy a politikai haszonélvezők egymást erősítve, egymástól viszont eltérő értelmű megnyilatkozatokat tesznek, akkor az nekem mindig gyanús. Mert nem hiába akarja elhitetni valaki, hogy lehet zöld az ég és kék a fű, én csak azt hiszem el, amiről saját szememmel is meggyőződtem, és nem ülök fel az első információnak, amit a legkézenfekvőbb módon igyekeznek rám erőltetni. Engem igenis érdekel, hogy kik és milyen szándékkal engedték ránk ezt a laborszülött szökevényvírus, hogy kiknek állhatott érdekében, és mi volt vele az igazi szándékuk. Engem nagyon érdekel az is, hogy ma is fellelhető források szerint erről miért beszéltek már évekkel ezelőtt is teljes bizonyossággal, Nostradamus-i képességekkel nem bíró emberek,
akik már 2019 előtt megkezdték üzleti befektetéseiket egy olyan üzletágból, amiből nem sokan tudták, hogy nem sokára aranybánya lesz. Ha viszont látjuk azt, hogy ezek a cégek tettek óriási extra profitra szert. Engem érdekel, hogy amíg ezek az óriás cégek és azok tulajdonosai még sokkal gazdagabbak lettek, addig miért kellett tönkretenni meg annyi kis vállalkozót? Miért kellettek értelmetlen lezárások, amíg a multiknál létszámkorlát nélkül, mint a heringek halmozódtak fel a kétségbe esett emberek? Miért kellett a háborús időket felidéző kiárási tilalom? Miért kellett logikátlan, rossz protokoll a kórházakban? Miért kellett annyi embernek meghalnia egészségügyi ellátatlanságban, és miért kellett egy kreált statisztikát erősíteni halálukkal? Miért nem akarják ellátni az oltatlan, egészségügyi hozzájárulás fizető, egészséges embereket, és miért több a kórházakban az oltott, tehát védett beteg ember? Miért van az, hogy a Covid az összes statisztikai csalás ellenére sem vált még vezető halálozási okká, mégis nagyobb hangsúlyt fektetett rá százszorosan, mint a többi betegségre? Miért lesz védetlennek titulálva az, aki átesett a betegségen, és valóban védelmet szerzett? Miért mondták azt, hogy az oltás működik, Magyarország működik, ha látjuk, hogy nem működik? Ha pedig nem működik az előző két oltás, akkor miért akarnak adni egy harmadikat is belőle, sőt, már valahol a negyediket is, a török egészségügyben pedig már az ötödikkel oltják az embereket? Miért kell kötelező jelleggel rákényszeríteni az egyébként is létszámhiánnyal küszködő állami intézmények dolgozóira az oltást, ha most közülük sokan ott fekszenek betegen, oltottként, sokan otthon vannak karanténban, védettként? Miért kell egy kártyához kötni a védelmet úgy, hogy tudjuk, hogy a semmitől nem védett meg eddig se senkit? Miért kell elvenni tőle ezt a kártyát, ami eddig védte, most miért nem védi tovább? Miért kell oltani a gyerekeket, ha a számukra a valóságban nagyobb az oltás kockázata, mint a betegségen való átesés kockázata? Miért kell karanténban maradni az oltatlan egészséges gyerekeknek, megfosztani ezzel őket a tanulás lehetőségétől, az oltott társaik produkálnak folyamatosan pozitív teszteket? Miért kell védettségigazolvány egy szabadtéri rendezvény esemény látogatásához, ha az 500 fő alatti zárt térben megrendezett rendezvényeknél nem kell? Miért kell átalakítani a védettségi kártyát oltási kártyává, ha nem az oltás, hanem a védettség a lényeg? Miért rúgták ki védettségi kártyával rendelkező embereket, ha az oltás felvétele is arra szolgál, hogy védettséget szerezzen valaki? Miért nem beszél senki az oltások mellékhatásairól, holott tömegével tapasztalhatja azt mindenki a saját környezetében is? Miért büntetik több országban az oltatlanokat csak azért, mert egészségesek? Miért nem gyanús az senkinek, hogy ők fizetnek, de egészségügyi ellátást nem kapnak, aztán megbüntetik őket, mert túl nagy terhet jelentenek az egészségügyre? Miért fabrikál egy kormány jogot a munkáltatók részére, hogy erre hivatkozva kényszerítsék az oltások felvételére az embereket, ha így is a munkaerő hiánnyal küszködtünk eddig? Miért veszélyezteti az ország mindennapi működését a kormány, mi az a kényszer, hogy semmi nem elég drága számukra? Miért cenzúrázzák a számukra kellemetlen tartalmakat, ha azok nyilvánvaló hazugságok, s napvilágot látva csak őket erősíteni, ha megcáfolná őket valaki? És miért van az, hogy csak bennem ennyi kérdés vetődött fel a téma kapcsán, ha itt minden olyan egyértelmű? Miért van az, hogy ellehetetlenítenek minket, mindenkit, aki más álláspontot képvisel? Miért erősítik egy krízis helyzet esetén a társadalmi megosztottságot? Miért kiáltanak ki bűnösnek egy csoportot rendszer szinten, akárcsak a második világégés előtt? Miért nem tanult az emberiség a saját hibáiból? És mit lehet tenni ebben a szorult helyzetünkben? Mit üzenek az oltatlan, a kényszeroltott, vagy időközben megvilágosodott honfitársaimnak? Azt üzenem, hogy nincsenek egyedül. Azt üzenem, hogy megalkuvóan ne hátra, hanem most bátran és határozottan előre lépjenek, hogy ne hagyják megosztani magukat, hogy ne gyűlölködjenek, hogy ne engedjenek a terroristákra jellemző zsarolásnak, ne engedjenek a gyengék fegyveréül szolgáló, végső próbálkozásnak számító kényszerítésnek,
hanem tartsanak ki, hiszen egyedül mi vagyunk azok, akik nem hagyjuk, hogy belekényszerítsenek minket bármibe. Tartsatok ki, mert mi veletek vagyunk. Mi nem vagyunk se oltás ellenesek, se vírus tagadók. Nem vagyunk kétségbe, hogy valami itt van, mert valakik ránk engedték. Nem vagyunk kétségbe, hogy haltak meg benne emberek, mint ahogy sok minden másban is, vagy akár az egészségügyi ellátatlanság is meg annyi ember életet követelt. A veszélyességi besorolásával viszont már nem értünk egyet, hiszen sokan tüntettek nélkül, esnek át a betegségen, azt még kizártnak tartjuk, hogy bárkire is rá lehessen erőltetni egy olyan oltást, amit magától nem szeretne felvenni. Mi azt akarjuk, hogy mindenki mérlegelve a kockázatot, saját maga dönthessen a saját életéről, hiszen láthatjuk, hogy egyaránt megbetegedhet oltott és oltatlan is, illetve fertőzni is mindkettő ugyanúgy fertőzhet. Ezt a Magyarországon egy párt mondja ki csupán, ezek vagyunk mi, ez a Mi Hazánk mozgalom. Az arrogáns Fidesz és a baloldali katyvasz is csak helytartó, és gazdái parancsát lesik, versenyezni is csak abban versenyeznek, hogy melyikük erőltesse jobban az új világrend bevezetését országunkra is. Mert hogy ez az egész nem másról szól, mint a Great Resetről, a nagy újraindításról, a világ kiüresítéséről, az értékek eltörléséről, a hitünk megtöréséről, beteg ideológiák ránk kényszerítéséről, az utánpótlás megszüntetéséről, a jövőbeni változtatás lehetőségének az eltörléséről, az eddig erős, egységes nemzetek felszámolásáról, mindennek a megtagadásáról, ami emberré tesz minket, embereket. Ez a fajta káosz a világ végnapjaihoz vezetne, de mi nem fogunk ehhez asszisztálni, mi nem hagyjuk, hogy állati sorba taszítsanak minket, mert mi magyarok vagyunk, nem csak nagy múltú, de nagy jövő előtt álló nemzet is, azon belül is mi, a legbátrabb város szülöttjei pedig büszke, egyenes gerincű palóc emberek, mi nem erre lettünk teremtve, mi nekünk nem ez a sors van számba. Ez a város, ez a föld, ez az ország, a Kárpát-medence, vagy az egész föld nevű bolygó, a mi otthonunk. Hát mindenki a maga területén képviselje a normalitást, képviselje a nagybetűs embert, képviselje az embernek szánt méltó jövőt. Tegnap pártunk évértékelőjén üzentek nekünk több nemzet fiai is. Akik hozzánk hasonlóan nem tűrték tovább népük lezüllesztését, saját kezékbe vették sorsuk, és most saját országházaik falai mögül üzentek lengyel testvéreink, észt és bulgár hazafiak, és baráti jobbot nyújtottak küzdelmünkhöz, a normalitásért folytatott harcunkhoz, és további nemzetek is csatlakozni fognak ehhez a csodához, amit itthon mi testesítünk meg, és április 3-a után ezt fogjuk a magyar parlamentben, a magyar törvényhozásban is, mint megkerülhetetlen politikai erő, és mi visszavezetjük ezt a nemzetet arra az útra, amiről kufár politikusok, nemzetvesztők egykor levezették. És ezt nem tesszük másért, csak is azért, mert igaz magyar emberek vagyunk, mert olyan emberek vagyunk, akiknek számít a gyerekei sorsa, a gyerekei jövője, mert az a mi életünk, a mi döntésünk, a mi hazánk. Fel a győzelemre!